Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyok Zalaszent László. Beszélgettünk Péterrel arról, hogy meg másokkal is, hogy sokan panaszkodtak, hogy milyen rossz ez az ország, milyen rosszul mennek a dolgok. Én meg azt látom, hogy bárhol megyek az országba, mindenütt nagyon kreatív, nagyon jó szándékú emberekkel találkozunk, tele energiával, lelkesedéssel és nagyszerű programokkal, teljesen mindegy, az ország melyik részébe járok. És hát ez egy küldetésnek is tartom, hogy ezt én felkaroljam a különböző ilyen kezdeményezéseket és támogassam a magam erejére. Magamra röviden annyit, hogy alapvetően én kertészmérnöki végzettségem van. Egyetem után én a herbáriumnál kezdtem 40 évvel ezelőtt, több mint 40 évvel ezelőtt, és utána orvostudományi egyetemen doktoráltam, különböző munkahelyeken dolgoztam, gyakorlatilag a gyógynövénynek minden területével, ez a értsük a vadon termő gyógynövények begyűjtését, többek között itt valamokon is jártam, itt nagyon őszikkelics letakarításban, az alapomároknak rendszeresen a herbáriumnak a felvásárolt részére tartott tanfolyamok. Akkor dolgoztam különböző cégeknél, termesztés, változatokat a Botanikai Kutatóintézetben, akkor Naturland, Hervária, Almarx, illóvajos cégeknél is termékfejlesztés, termékengedélyeztetés, egyetemi oktatás, népjogoslás, kutatás. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy sok szeretében látok a gyógynövények alkalmazásának, egészségmegőrzésnek a területében és egyebekben. Úgyhogy hát nagyon röviden ennyit magamról, honlapon egyébként részletes az önéletrajzi segít tevékenységén megnézhető. Ahogy elhangzott, én délelőtt már hogy volt egy kis ilyen kirándulás, vagy egy kis gyógynövény szemle, ott már elkezdtem azoknak, akik eljöttek megmutatni az ehető növényeket, mert ez az előadás tulajdonképpen nagyon jó kapcsolatot jutott az előadásához, akik én régóta ismerek és nagyon tisztelet és szeretek, szemlélete miatt is, tisztasága miatt is. És gyakorlatilag ez az ehető növények témakör is egy olyan, hogy az ember sokszor bosszankodik, hogy mennyi gyógynövény van a kertben, és eszébe se jut az, hogy hát az, hogy vagy az, hogy gyógynövényt, ami van a kertben, azt meg is lehet tenni, mert ha az állatok megeszik takarmányként, akkor az emberek is nyugodtan megehetik takarmányként, úgyhogy rengeteg ilyen növény van. Van egy nagyszerű könyv, Brechmann szerző, 1985-ben jelent meg az akadémiai kiadó 150 éves alapításának évfordulójára. Ember és biológia aktív anyagok, ez volt a könyv címe, és ez volt az első olyan könyv, ami foglalkozott az egészséges táplálkozással, foglalkozott azzal, hogy az egészséges táplálkozás a különböző növényeknek a fogyasztása hogyan tudja a szervezet védekező készségét karbantartani, helyreállítani, nem erősíteni a rendszert, hanem helyreállítani a normális működést, és bizonyos esetekben egy fokozott immunvédekezést kiváltani. Felhívta a figyelmet olyan növényekre, hogy amelyek arra alkalmasak, hogyha az ember nagy fizikai megterhelés, vagy káros veszély, akkor azt milyen növények segítségével tudja kivédeni. És ugye hát itt ezek voltak a fontosok, és volt még egy új dolog, hogy az elfogadható, egészséges, egészségben megélhető öregkor, vagy időskorhoz milyen növények fogyasztása az érdekes. Felhívta a figyelmet a farmakofágra a veszélyeire. Volt egy nagyon kedves barátom, bizonyára nagyon sokan hallották Ola Andor doktornak a nevét, akivel népjogoslási gyűjtéseket végeztünk, gyógyszerzaváló embert fogalmazott meg. Hát nem tudom, hogy most milyen fogalmakat tudnánk mondani, amikor gyakorlatilag a média nem szól máshol, egyrészt a gyógyszerreklámunk, eltörpül a gyógyszerreklámunk, eltörpülnek az éppen kiegészítők reklámja mellett, hiszen most már Magyarországon legalább 20 ezer éppen kiegészítő készítmény van, teljesen áttekinthetetlenül, és semmi másról nem szól a minden, minden reggeltől estig kell különböző étrendkiegészítőt kellene. Nem étrendkiegészítőt, tehát folyamatosan normálisan kell táplálkozni, és akkor nem kellene az étrendkiegészítő, de ez egy más kérdés. Nagyon érdekes dolog, volt egy olyan mondat ebben a könyvben,
hogy egy Ausztráliában 1978-ban jelent meg magyar alapján orosz szerző, tehát ha beleszámolom az összes kézirat előkészítő is fordítás és stb. Munkákat, akkor körülbelül a szerzőm 1970-75-ben adhat elő a kéziratot, és abban azt szerepelt, hogy egy ausztrál ember 4500 féle vegyi anyagot fogyaszt el a táplálkozásával, a táplálkozás mellett. Tehát annyi, akkor most az a kérdés, hogy most mennyi ilyen adalékanyagot fogyasztunk el. Nagyon fontos üzenet az, hogy feltétlenül érdemes komolyan venni mindazokat a lehetőségeket, amiket a táplálékként fogyasztott növények adnak, hiszen egy picit Judit is említette, hogy a táplálék növények és a gyógynövények nem mindig választhatók el egymástól. Hát csak gondoljuk a paprikára, gondoljuk a tormára, gondoljuk a céklára, gondoljuk a szőlőre, mert a szőlő leveleiből standardizált növényi gyógyszerek vannak, szív- és érrendszeri panaszok kezelése, a szőlőmagjából ugyancsak ilyen gyógyszerek vannak kigondolva arra, ugyanakkor a szőlő ugye évezők óta fogyasztott növény. Tehát ezek nagyon értékes dolgok, és ezeknek a változatos táplálkozása, a sokféleséggel, amit ugye a biodiverzitásnak hangsúlyozva Judit, ez a táplálkozás is ugyanúgy érvényes, azért van óriási jelentőségük az ehető növényeknek, mert egyrészt ugye az élelmiszerületek, amiket főként a nagy bevásárló központokban vásárolunk növényeket, tehát azok igazából hát nagyon mesterséges növények. Gondoljunk csak arra, hogy megveszük ezeket a szabványméretű paradicsomokat, a kitén páncélnek a génje van benne, azért olyan kemény a héja. Emlékszem, 1993-ban voltam egy hónapig Egyesült Államokban és Kanadában, és Chicagóban megvettem az első héten, első nap megvettem egy szilvát, ott voltam 3 hétig, és 3 hét után is olyan kőkemény volt a szilva, hogy egy mamutot le lehetett volna ütni, és egész 3 héten keresztül a tűző napon volt kint a szilva, tehát nem tudott utolérni. Tehát ezek olyan genetikailag módosított anyagok, amivel ugye nem nagyon lehet, ezekkel ilyen táplálkozással nem lehet egészségesen élni. És így az ember télen amúgy is kifogy a vitaminokból és egyebekből, és kora tavasszal meg a természet kínálja lehetőség a tyúkkortól kezdve a különféle növényeki pomlónak a zsenge hajtásai és egyebek, amiről itt lesz szó. És ezeket nagyon szépen be lehet illeszteni a mindennapi táplálkozásba, és akkor rögtön a szervezet kap egy friss energiabombát, vitaminokat, ásványgyúkot és egyebeket, és nem beszélve arról, hogy egy változatosabbá tett táplálkozás, és ráadásul óriási díszítő értékük van a különféle virágoknak. Avicenna egy híres polihisztor muszlim orvos volt. Van egy angol nyelvű film is, Physician a címe. A letölthető, rendkívül izgalmas a film. Abból a korból, amikor Avicenna élt, abból a korból van. És ő használta a Kánon Medicini című művében először a gyógyított táplálék és tápláló gyógyszer fogalmát, ugye egy átfedésű gyógynövény, vagy táplálékből torma, fogkagyó és egyedek. És azóta elég sokan használják ezeket a terminus technikusokat, és úgy, ahogy Judit a maga kertésznénő különbségével és kertésznénői szemléletével, egyébként is nyilván az vagyok, idéztem Ipai János, mint egy kedves munkát, hát ugyanígy Márkis Istvánnak az OSB dietetika egy kicsit olyan terjedelmesen ír benne, de egy nagyon szép 6-5-es munka, olyan részletességgel tárgyalja a táplálkozást, hogy megadja a válogos anyag, mit táplálkozzon a szokkalitetésnél, mit táplálkozzon ahhoz, hogy egészséges legyen utána a gyermeke. Milyen ételeket, italokat fogyasztunk, kitér a futás és a pihenő szükséges idő. Tehát egy ilyen tulajdonképpen ilyen egészségtan tankönyvként fogható fel. 1993-ban volt az Európai Ekofarmakológiai Társaságnak, ennek egyik az alapító tagja vagyunk, és volt egy olyan konferencia, hogy gyógyszerek és táplálékok. Ekofarmakológiai megközelítés. Ezen kívül aztán volt elég sok olyan konferencia, ami ezzel a témakörrel foglalkozott. 2005-ben írtam a komplementer medicinában egy összefoglaló cikket az étrendkiegészítők, gyógyhatású táplálékokról, funkcionális élelmiszerekről. Egy picit azért megállott, tehát amikor én az étrendkiegészítőket kritikai
szavakkal illetem, akkor nem azt mondom, hogy minden évben kiegészítő káros is nem szabad fogyasztani, hanem egy tudatos, állandóan tudatos vásárlók egyesülete. Én mindig azt mondom, hogy legyen tudatos információ használat és tudatos válogatás, és átgondolni, hogy mi miért venni, és mi az, amit érdemes fogyasztani, vagy nem fogyasztani. Aztán volt Queenslandben is egy konferencia, ami gyógyított lábbelékokról foglalkozott, és abban kiemelték a sötét színű gyümölcsöt, a különböző szeperfélék, áfonyafélék, berkenyék és egyéb növényeknek különösen két területen való nagyon pozitív hatását, egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, másrészt pedig a kórosan magas vércukorszint a diabéteszes betegek kezelésénél, mert rendkívül jó érvédő hatása, és elsősorban a diabéteszes betegeknek a következményes károsító, tehát a betegség károsító hatás ugye a szem erekre. Aztán vannak nagy összefoglaló kötetek. Az egyik kiváló szerző egy olasz botanikus etnofarmakológus Andrea Pieroni. Neki elég sok tanulmány lehet a angol nyelven, ugye egy két könyv is van. Aztán van egy adatbázis észak-amerikai indiánok, ősmas indiánok, egy adatbázis, ami kifejezetten a táplálék növényekkel foglalkozik. Van egy nagyon jó adatbázis, de 7000 növény van benne angol nyelvű adatbázis, a Plants for the Future adatbázis, ugye a növények a jövője. Ez a magyar megfelelője az adatbázisnak, és ebben hát a különböző földrészeken lévő növényeknek, gyógynövényeknek, táplálék növényekről van rövid összegzés. Aztán, hát hogy a táplálék növények mennyire fontosak, az van egy tudományos könyv, amit mi címet írok, de olvasni nehéz a könyvet, mert a szerző alig használ benne a magyar kifejezést, ami sajnos egy nagy probléma a tudományos közlemények esetében, hogy nem tanulnak meg egyes szerzőt hát középeten fogalmazni, és főként a latin neveket használják. Ennek a ellentéte pozitív példaként, aki szintén egy egyetemi docens, egy hadgyerekes egyetemi docens, Gáspár Robert, a Szeged Egyetem farmakológusa, és egy nagyon jó kis könyveske mindenkinek tudom ajánlani, érdető és gyógyító táplálékot, hogy ha antikvárra érdemes megvenni, mert nagyon sok gyümölcs, zöldség, növénynek a tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, és nagyon egyszerű, nagyon közérthető magyarázatát adja meg, hogy miért közömes ezeket a növényeket fogyasztani. Hát néhány évvel ezelőtt indult el egy nagyon, ugye általában én a Facebookot is szidom, mert én nem használom lehetőleg, de annak is megvan a pozitív oldala, meg a magok azok egyértelműek. Dénes Andrea, ő a pécsi Janus Pannonius Múzeumnak, az egyetem múzeumának a múzeológus és botanikusa, és ő elindított egyrészt egy blogot, ami nagyon jó, és megjelent egy kis könyvecske az ehető vadnövények a Kárpát-medencében. És utána sorban jelentek meg egyre több könyv van, ami foglalkozik az ehető növényekkel, virágokkal és lelő növényekkel. Az első ugye az ehető vadnövények, ez főként ugye francia szerző, tehát van benne egy pár olyan növény, ami nálunk nem fordul elő, de a növények nagy része az nálunk is előfordul, és könnyen beindítható tömegesen előfordul a növény. Kiváló könyv ez a Dreyer házaspárnak a van növények, bogyók és gombák felismerési gyűjtése felhasználása. Ebben van 119 recept is, tehát emiatt is tudom ajánlani a könyvet. És azt ez a mi terem az út mentén, ebben a cím is jó, hogy az ember ugye az út mentén, és hát ahogy ma délelőtt ugye nagyon rövid időn volt csak a kiáltása, megálltunk az országot, mert bementünk egy ilyen tábla mellett, és tényleg az út mentén sorba találtuk a gyógynövényeket, elsőbb növényeket is egyebeket, tehát érdemes az embernek ugye szemlélődni. Igen, hát ez sajnos mindig így szokott lenni, de majd mondom. Tehát hasznos blogok, ez a Dénes Andriának ez a... Figyelj, sötét is már kinek ott azt a két. Jó? Jó, az erdőkóstoló blog. Nem tudom, miért rá van a fehérvel, mikor elmondtam. Jó,
azt akkor lépjél vissza, kicsinj vissza, és akkor alkotva csak. Ha mindegy, akkor hagyja be, én elolvasom csak. Megoldsak, ki kell tennem. Lehet, hogy így se látszik. Nem, jó, mindegy, ebből látom, jó. Az erdő, van az erdőpostolomló, és akkor van egy olyan, hogy erdőkincse. És ja, a Herbáció magazin az itt van, ez egy nagyon jó magazin, a Herbáció magazin, nagyon sok recept van benne, és sok értékes gondolat. És akkor van ez a vadlényos gasztronómia ajánlódó, tehát ez egy olyan blog, hogy mindenki gyűjti a vadon élő növényeket, készít belőle receptet, és abból azokat a recepteket megoszthatja, de mindenki csak olyan receptet oszthat meg, amit el is készít, és az ételén is elkészíti a fotót. Tehát ez egy, tényleg egy ilyen állam, ez olyan, mint egy Linux rendszer, tehát egy ilyen közös csapatnak a munkája, fejlesztői munkája, tehát ez is egy ilyen nagyon jó kis gyűjtemény. Hát a táplálék és fogyasztott növények száma az kb. 3000, ebből jelenleg táplálkozás céljára termesztett, nagyüzemileg termesztett, nagy minőségben termesztett, főként gabona növények, hüvelyesek is, és egyebek száma 220 körül van a nélkülözhetetlen növények száma. És ebben egy kicsit nézzük meg az elhető vadnövényeknek. Az etnobotanika az népi növény ismertet jelent a kutatását. Hát ugye ezek az ismertek egy időben nagyon lecsökkentek. Mi volt ennek az oka? Hát egyrészt az életmódváltás, nagyon sok ember ugye a vidéken élő emberek bekényszerültek, ugye szétvették a parasztigazdaságnak és egyebek, bekényszerültek lakótelepekre, és gyakorlatilag ugye elvesztek azok az ismeretek, amiket így megvolt, a urbanizáció, kis parasztigazdaságok megszűnését. Csak egy példaként említem, egy nagyon kedves barátom és kutatótársam, aki 45 éves korában fiatalon halt meg, Pócián Géza, nagyatárdi gyógyszerész. Ő 1054 oldalas volt a kis doktori értekezésje, amiben a Kárpát-medence szépen ő neki volt a legnagyobb ütés, a Rendvidéktől Gyimesekig és tehát ugye végig az egész országba, Somogyi és Felvidékig. És ő megnézett egyetlen paraszti gazdaságot, és több mint 250 fajtott össze. Tehát abban voltak gyógynövények, takarmánynövények, az erdőből behúzódó olyan növények, mint borza, csipke, vagy a stb. Tehát vadnövények, amiknek amit valamilyen módon hasznosítottak, vagy az állatoknak a táplálására, vagy pedig ugye élelmiszernövények is. Legeltető gazdálkodás visszaszorítás. Ugye visszaszorultak a legeltető gazdálkodások, pásztorok, gulyások, kondások, az őket kísérő gyerekeknek óriási ismeretük volt. Mert mikor kint van a gyerek, mit csinál? Mindent, amit lehet megkóstol, minden levelet a szájából lesz. Ez egy természetes ösztön. Nagy az egy termesztés, ami kiirtotta. Hát ugye régebben fogok, hogy ilyesmi kipacsok. Vannak helyenként ugye elhagyatott táblákat kipacsok, egy csomó növényi elveszett. De a legfontosabb az, hogy elveszett a természettel való szoros kapcsolat, tehát ez megszakadt. Idősebbeknek van még némi ismeretük, hogy amikor népjavaslási filmet forgattunk, akkor is arra törekedtünk, hogy minden alapot, amit kaptunk, behatároljuk, hogy most ez valamit mond, az ma is használja, vagy édesanyja használta utoljára, vagy csak a nagymamája hallotta, tehát térben és időben elhelyezne valatot. Ugye jelenleg vannak elég komoly etnobotanikai gyűjtések egész Európában, és az adatközlők vagy beszélgető társak, akik a gyűjtésekben részt vesznek, ott általában 60 év feletti emberek vannak. De most hál' Istennek tér vissza, mert egyre többen foglalkoznak fiatalon is. Tehát ezt mondom, hogy nagyon sok pozitív kezdeményezés van az országban, és ez nagyon örömteli dolog. Termesztett növények szupermarketek kínálata, ugye mindent megvásároltam, hogy milyen a minősége, az egy másik kérdés, tehát most az ember csinál egy paradicsomsrátot, az milyen, amit megvesz az üzletben, tehát annak íze nincsen. Tehát annál jobb a kovászosok oltán teszek sok fát. A vadonai növények gyűjtése időigényes, ez valójában így van, mert ahhoz, hogy jó minőségű anyagok legyen, az időigényes, ugyanúgy, mint a Juditnál ahhoz, hogy szép palántát tudjon eladni. A gyűjtés időszakos, tehát amikor beindul a szezon, akkor orvaszájba kell gyűjteni, tényleg az van, mert egyszerre robban be a természet, és pláne olyan év van, mint az idei,
hogy egybefutnak bizonyos növények, tehát mondjuk a bodzának, akásznak is a bodzának a virágzása, vagy a kökénynek is a bodzának a virágzása, vagy a mezőzsány és a ligeti zsája virágzása. Tehát akkor egyszerre kell sokféle növény gyűjteni, és az bizony időigényes. Ökoszisztémák megváltoznak, természetes félkutú kutrökoszisztémák. Jelenlegi használatra mi a jellemző? Előtérbe kerülnek azok a növények is, amelyek régebben mélységeredelként fogyasztottunk, majd lesz a különböző éhénységes időszakokról egy pár gondolat. Vannak bizonyos felmaradt növényfogyasztások, tehát hogy emlékszünk rá, hogy valamikor ezt még ettük meg minden, és akkor újra megkóstoljuk, újra esszük. A kiegészítő táplálékok, ez most nagyon menő dolog. Köszönhető részben ennek a blognak is, amit említettem, meg ennek az egész szöld mozgalomnak, a virágok emlésének és egyebek. Itt egy nevet meg kell említenem, dr. Németi Bolya, Bia néven ismerik egész országban, Bia portát érdemes megnézni a interneten, ott volt a távoló Cserkuton, ez egy kis település, 150 lelkes település, 8 kilométerre Péstől, és ő pedagógus végzettségű, nemrég tüntették ki a minisztériumban a környezetünkért díjjal, amúgy nem sokat kapták meg, és ő gyakorlatilag azt csinálta, hogy a kertjét azt visszavadította, tehát első feladat volt, hogy a kertjét visszavadította, és hát ott tartottuk az a négynapos eltő vadnövényes táborunkat, saját növényesi növényeket fogyasztottunk, és hát a minden termék, amit ők a vendéglátásban használnak, a környező falvak, biogazdaságokat szállnak, a tejterméket, a hústermékek, gyümölcsök, zöldségek, minden egyedek. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezek ugye szépen működő dolgok. Migráció, kisebbségek érkezési szokások, tehát ugye különböző kultúrákból érkező emberek is behoznak egy-egy érdekes fogyasztást. Én mondjuk nem ellenzem, mert ez mindig gazdagítja a kínálatot, de azt mondom, hogy egy területen élünk, akkor meg van hozzászoktunk növényzet, az akkor lehetőség szerint rendszeresen azt fogyasztott, és persze a marketing az mindig van másokat is, de mindenképpen magam részére erdőbe helyezem a Kárpát-medencei növényeket. Új táplálkozási trendekre lesz később szó, öngyógyítás, önellátás, tehát egyre többen törekednek arra, hogy önellátók legyenek, most egy városi rendben nehezen lesz önellátó, de akinek van egy kis kertje, az ha nem is önellátó lesz, de legalább egy részét a táplálékainak és egy dolgnak ugye biztosítani tudja. És ez egy fontos dolog. Bőséges információ van az interneten, és hál' Istennek nagyon sok a nagyon megbízható és jó információ, amiket említettem, ezek a blogok. És hát ugye mindennapi étkezéseket változatosabbá tudom tenni a táplálkozásra. Hát ugye a vadon élő növények azok tulajdonképpen a lényeg az, hogy termesztésen kívül található növények, de ez sem igaz, mert a termesztésben is elég sok növény kivadul, és utána a természetben megtalálható. Például Halimban mellett van egy kis település Öcs, és ott a hegy oldalban a citromfüvet passzálni lehet. Tehát az valahogy oda kikerült, mert a citromfű nem is van Magyarországon, és egyszerűen passzálni lehet, olyan sok mennyiség van. Vannak olyan növények, amelyek természetes környezetből származnak, de termesztésbe vonhatók, és be is vonják termesztésbe. Részben azért, mert vannak olyan helyek, ahol, és ez Nyugat-Európában nagyon gyűlik, tehát olyan étkedvek vannak, amelyek kifejezetten ugye vadnövényeket helyezik elő, különleges vadnövényes ételeket, és ott viszont egységes minőségre van szükség. Tehát ezért kell ezeket a növényeket termesztésbe vonni, mezei soroska, megdragna, kincsén, kólyagos habszekfő. Ez is érdekes, mert ugye magyar adatot én nem találtam rá, de Nyugat-Európában rengeteg adat van, meg is kóstoltuk, a levelét nagyon finom, és egyedek. Angyalgyökér torma, a torma az vadon is előfordul a növény, ugye termesztésbe vontuk. Hát a körönfinág az persze, hogy nem vadnövény, tehát itt Kárpát-medencében nem. De van arra is példa, hogy természetes élőhelyen szaporítanak el bizonyos termesztett növényeket, tehát arra is van példa. A marketingben lehet pozitív vagy negatív a jelölés, de például többen mondják azt, hogy
a magyarulnak a termése, a termesek magyarulja az nagyobb, de a vadon termelje sokkal jobb ízű. Ugye itt van az egyik a mezei sóska, ma mondtam is a túrán, hogy arra kell figyelni, hogy a mezei sóskának a leve. Az első, gyerekkoromban emlékszem, hogy az első növények között volt, amit ettünk, mentünk kirándulni Máprisba, Márisba, és a szendvicsekbe nekünk a szüleim bizonyeztetünk. Tehát összegyűjtöttük a mezei sóskát, és bele a szendvicsbe, és rendkívül jó, kellemes savanykás íze van. És ugye az ember elmegy kirándulni, nem visz magába, ezért megeszik egy pár ilyen levelet, már ugye a szomorúságát tudja vele oldani. A jó sorskának ilyen szép, ilyen nyílalkú levelei vannak, kisebb termetű, ennek is nagyon kellemes savanykás levelei vannak. És ezek főzelékekbe tehető, salátákba tehető, szendvicsek mellé adatok, tehát nem értékes növények. Hát itt van ez a hólyagos habszekrű, aki nem annyira jártas, összetéveztetni akár a szappanvirággal, akár a mécsvirággal, de azért ez elég jellegzetes, ez a hólyagos habszekrű, amit mondom, nyugat-európai irodalomból találtam. Medveagyra az mindenki számára ugye ismerős, használatos is, ugye most gyűjtöttünk még medveagynak a termését, azt is lehet hamis kapni bogyószerűen elkészíteni, tehát ilyen marinálásos eljárással. A bimbót is lehet, a termést is lehet, a maga a hagyma, az pedig olajban is eltehető, tehát olajos kívánban szeletelve, és akkor olajos kémat, és akkor salátnak azok bármi ételhez hozzáadható, és ugyanakkor a leveleiből is, meg hát a hagymájából is nagyon jó tinktúrát lehet készíteni a téli megfázás időszakra. Erdélyi angyalgyökér, ugye van az orvosi angyalgyökér, amit gyógynövényként használunk, az egy emésztési, javító, görcsöző hatású a gyökere. A leveje az egy kicsit ilyen aromás, salátákban nagyon illik. Az erdélyi angyalgyökér az, ami jó ízű és szintén használható salátaként. Nagyon kedveli a vizes élőhelyeket, folyópartok mentén. A baj az, hogy ezeknél a növényeknél, és itt van egy elég nagy gond az ehető vadnövényeknél, hogy kell bizony egy kis botanikai ismeret, hogy az ember biztonságban el tudja működni. Volt olyan eset, hogy volt olyan eset, amit ugye mindig mutatta a valóra, nem volt annyira jó a fotó, nem lehetett annyira látni a leveleit, de a lényeg az, hogy volt egy olyan ilyen túravezetésem, ahol egy fiatal lányok beszélgettek, akkor is már jelent ez a főzkiskézős mozgalom, és akkor egyik között, másik között is mentek vendégségbe, és az egyik alkalommal valaki labora helyett csattanomasztag leveléből készített salátát, akkor intenzív osztály lett a főzőpartinak a vége. Tehát oda kell figyelni már mindenképpen. Énséges időszakok és növények feledésbe merülnek. 19. század elejétől 60-ig fontos szeretnék, volt közel 30 fajból, köztük jó néhánynak a fogyasztását fölmaradt katányzalatos. Ugye a katánynak a gyökeréből csinálták, ugye kávépótszer volt, ugye mint a tölcsfamat, tehát erre használták. Az amatosnurból ilyen csodálatos koratavaszi növény, amiből nem tud az ember eleget enni. Nagyon finom ázsos íze van, fűszeres vajakban, levesekben. Tehát nem lehet összetéveszteni mással, tehát az is egy ilyen elnyős virágzatú növény, de egy kifejezetten finom ázsillatú levele van, tehát az csodálatosan finom dolog. A galagonya ugye a termés egy gyerekeknél az egy csemege volt, én az őszi túrákon azt szeretem legjobban, hogy galagonyát eszem, én fogok le, nem termést, a virága is nagyon finom, virága egy nagyon finom marcipánizű a virága. De a termésében most legpárt is fog főni, most már legpárt is fogja kenyert is sütött rendszeresen, de a galagonyát mindent próbáltam, tehát azt is ki fogom próbálni. Erdély angyalgyökért emlékeztet. Ugye itt vannak a nagy ínséges időszakok, Írország, Lengyelország, akkor egy Burgonya járnak, több mint 1 millió ember halt meg. Oroszország, első világháború, Szovjetunióban ugye a Sztálin áldásos tevékenysége, spanyolországi polgárháború, második világháború, és nemrégiben a délvidéki háborúk idején botanikusok tanították meg az embereket, hogy milyen növényeket, mert teljesen többen voltak véve, ugye véve is nem tudtak élelmiszerhez hozzájutni. Tehát óriási jelentősége van a táplálék növényeknek. Hát nézzük egy néhányat így meg, tehát ugye a katánkat említettem,
A katmárnak a gyökeréből csinálják a cikória kávét, viszont a leveleikkor, a tavasszal, a tőlevelei, azok zsenge tőlevelek, azok még nem annyira keserűzőek, mint a mostani szállevelek, és azok nagyon jól használtuk, ugyanúgy, mint a gyermekláncoknak a zsenge levelei, a családákban tudjuk tenni. Na most van egy nagyon fontos dolog, tehát ezeket az eltő batrényeknél mindenképpen azt tanácsolom, hogyha valaki ezzel nagyon komolyan akar foglalkozni, vegyen egy nagyon egyszer egy kis füzetet, tavasztól kezdje el postolgatni a növényeket, és mindig jegyezze fel, hogy ekkor gyűjtött, ekkor postoltam meg, ilyen ízek, és fölírja magának, milyen az ízek, megpostolja a 3-4 hét múlva, milyen az ízek. És akkor el fogja tudni helyezni, hogy amikor én ételbe akarom tenni, akkor már áprilisban tudom használni, de májusban már nem, mert akkor már keserű. És akkor szépen az ember ki tudja tapasztalni egyrészt, hogy mikor van számára legkellemesebb íze, és hogy milyen mennyiségben tudom ételekhez adni. Tehát ez is fontos, és milyen kombinációban, hogy ne legyen egyik se, ugye, ne emelkedjen és ne nyomja el. Ugye az amatos csúrban nagyon picik a virág, tehát olyan 3-4 mm átmérő pici virágai vannak, szép szervet levelei vannak, de mondom az ázsos íz az mindenképpen. És erre is egy ágas bugas. Tehát nagyon vékonyak, törékenyek a bokrai, de nagyon kellemes ízek. A galagonya virág nagyon fontos gyógynövény, tehát főként időskorú emberek, az időskorú szívnek a gyógyszer a galagonya. Szívelégtelenség esetén a szívelégtelenségnek 4 stádiuma van, ebben az első 2 stádiumban teljes biztonsággal lehet használni, és a 3 stádiumban is bizonyos esetben használható más gyógyszer kiegészítésére. A gyógynövény tömegesen van az országban, az állomány veszélyeztetés, természetes állomány veszélyeztetése nélkül tudjuk gyűjteni, és a termése is, virágos leves hajtás végén egyaránt gyógynövényként használható, és táplálkozás mondani, hogy elsősorban a virágait tudom ajánlani nagyon finoman, és hát a termése örök lekvárkányt is elkészíthető, más, mint palmához és egyetekhez, édes késedekhez hozzáadható, meg kicsit hanyarabb a termése. Ugye, amikor az ehető vadnövényekről van szó, hogy ehetőnyekről, elsősorban milyen célra van kenyérkontról. Ugye nagyon fontos dolog, nincs idén alapvető élelmiszer a kenyér, töltsmaga, tarackozza gyökértörzse. Az ember mérget kocsán talán lemosom, megszálltam lisztőlöm, és a liszt mellé hozzá tudok tartani bizonyos mennyiséget. Nem azt jelenti, hogy abból két helyetek, csak kipótolom, hogy legyen. Ugyanígy van a töltsmagak is. Tőfamag, bükfamag, fenyőfák és nyílfáknak a kérgét. Tehát a külső kérgét levágták, és az alatt elévő alsó kérget vágták és megszedettek. De ugyanígy lisztportokként használták a gyégént és a nádat. Mind a kettőnek a gyökértörzsét kimosták, megszállították, lisztőrölték és fogyasztották. A gyégénynek, hogyha az ember megfogja, oda nyúl a gyégényhez, ugye van a keskeny meg a szélesebb gyégény, és a közös levelet megfogja, kihúzza, akkor egy hosszú, ilyen jó sárga lérus része van, mielőtt a levelekhez hozzáér, és az ember azt eszi, teljesen finom uborka íze van. Uborka íze van, és az ehető, és nincsben is egyébként gazdag. Jó, és hát levesnek használt, a tenyérpótok levesnek. Most a levest általában az olyan gazleveseket úgy szokták csinálni, van egy zöldség alap, sárga lépába egyébként, és akkor mellé különböző növényeknek beletesszük a levelét, csalálevelet, akkor nézzük a apró szulákot, akkor be lehet tenni a májfélének a leveleit, csalálleveleket, meg labodát, libatokot és egyéb növényeknek a leveleit. A vidrejtszmenál nincsen, úgyhogy az egy védett növény is keserű íző, csak ez itt fennmaradt. Na most van egy külön tanulmány, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a gyerekek által begyűjtött növények, mert azok mindent megkóstolnak. És megnézett ezt tovább, amikor is még régi a könyv, hogy a gyerekek úgy fordulnak a természethez, mint a nagyon távoli őseik. Tehát, hogy a gyógynövényeket hogyan válogatták? Tehát nyilvánvaló, mindennek ez eredmény, hogy megkóstolták, ízlet, nem lett tőle bajom, stb. Ugye igazából a akut mérgezésekre mindig van visszajelzés, de a kronikus mérgezésekre sajnos nincs. Tehát, hogyha valamit fogyasztok rendszeresen, és 2-3 hónap után felhalmozik valami károsan a szervezetben,
akkor nem biztos, hogy tudok arra gondolni, hogy na, ez attól van. Ugye? Együtt vannak anyuk a gyűjtésekkor, vagy az áltok legetekésekkor. Hát a gyerekek azok tényleg ilyenek. Na most ugye a Facebookra mondtam, hogy ugye nem szeretem a Facebookot, meg a általában én technikában inkább visszatérés a természethez gondolom, de nagyon hasznos. De volt olyan eset, hogy a Mosdorsi kórházból felhívtak, hogy bevitt egy gyerekeket, mert ettek egy növénynek a terméséből. És hát így a technika segítségével az édesanyja lefotózta a telefonjával, átküldték a fotót és meg tudtam át. Tehát valami nagyon gyakorlatilag, tudtam biztosan, hogy melyik növény, de a levele nem illett hozzá. Ez egy futó növény volt, a fekete földítő, aminek egyes források szerint tehetők a levelei, másik források szerint nem. Tehát ezeket minden ellenőrizni kell, és a gyerekek ezt a termést tették meg. Tehát meg tudtuk állapítani, meg tudtam mondani, hogy milyen mérgezési potenciált képvisel maga a termés. Persze tudtunk kimosták a gyerekeket, tehát hogy attól félek, hogy van-e valami hosszabb távú káros hatása. Na, de akkor megint veszélyes, mert édes vízű és 3-5 bogyó, az már egy gyereknek halálos. Tehát itt mindig a szülőknek a felelőssége, hogy a gyerekek milyen távolságra engedem el, és mit engedek megkóstolni. Tehát nagyon volt elfigyelni a gyerekekkel. Érdekesnek tűnő termések, pásztorpáska termések, papsaknak a bárnak. Gyerekkorunkban ezt ugye rendszeresen lehetünk, ugyanúgy, mint például nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm volt a nyugati ostorfa, a Cervus occidentalis, egy ilyen pici, apró, borsó, kisméretű borsó nagyságú termése van, tehát egy fál év, és nagyon finom édeskis íze van, és arra használtuk, hogy utána köpöcsöveztünk, ha megettük a termést, és akkor a borral nagyobb az eltétele köpöcsövezni fülekre célozva. Jó? Élvezik a savanykás szomjolt a növényeket. Tehát ilyen a mezelyi sorska, a madársorska, a somnak a termése, vagy ilyen például a sorska borgolyája. A sorska borgolyát, ha nem ismerik, akkor úgy tudom megmondani, hogy vannak általán bevásárlóközpontoknál, parkokban van egy nagyon jellegzetes növény, egy kis bokor, aminek lilásak a termi, lilásak a levelei, lilá boldósak a levelei, pirosak boldósak a levelei, és ilyen erős, piros a szín kis óvális termése vannak ismerni, stb. Na most ugyanilyen van a természetben, csak zöld a levél, nagyon szép sárgák a virágok, és hosszúkás, piros ovális termésé van a sorska borgolya. Nagyon kellemes savanykás íze van, tehát ecetkotószerként is használták. Megnézték svédországi gyerekeket, hogy milyen növényeket szeretnek, hogy azt mondjuk mezői madársoska, edélyen dödötték különböző áfonyák, szedre, lucfenyő zsenge hajtása, egy rendszer, szeretem a fenyőnek a zsenge hajtása, nagyon jó savanykások, jó ízek, uborkát lehet, kovászos uborkát lehet vele készíteni, ugyanakkor lehet belőle csinálni a csalókaszinukot, ugye azok a piros toboztermések és elvég úgy ezek a gyújulási zsenge hajtásokat, tehát ahol fenyő van, ott tulajdonképpen majdnem minden fenyőből lehet ilyen finom dolgokat csinálni. Ugye a pásztortáska az mindenki számára is, és nagyon finomok a virágot is érdemes megkóstolni, magát a termést is, és a leveleket is. Hát sajnos ebből hiába vagyunk Váfinából, hogyha nálunk lehető és gyűjthető mennyiségben egyik áfonya sincsen. Amikor voltunk kirándulva, vagy növényeket nézni, akkor azt említettem, hogy a különböző májvafélék, ezek nyálkanyagokban gazdagok, tehát levesek közelékek sütésére is nagyon jól lehet használni, illetve a túl savanyú és túl keserű ízeknek a kompenzálására nagyon jól lehet ezeket használni. Teljesen általában kilószámra lehet fogyasztani, nyálkanyagot tartalmaznak, általában légúti betegség esetén tőgéscsillapító kurtolódott járnak a gyakori alkotó része, természetesen teszik. A fehér májvának van egy másik neve, az orvosi zíz. Ennek a gyökere is ehető, nagy minőségű, nagy termés, nagyok a gyökerei, ugyanúgy ehető például a közönséges bojtorjának a gyökere, ezt bogárnak is nevezik. Hogy gyerekkorunkban nagyon szerettük a lányoknak a hajába rúgálni a bogáncsot, úgyhogy ez mindenki számára ismerős, a lányok számára is ismerős, a fiúk számára is ismerős. Kinek milyen előjele. Jó, lengyel gyerekek, lósoskák, madások, fehér ágacsán, általában a virágokat a gyerekek szeretik, mert megmosták, és mindig érdekében van kis nektár. Van ilyen, sok ilyen növény van, ami finom, most például van ez a
az a cserje, amit májra cserje, amit lekapok elkészítőben, és utak mentén ültetik. Nekem otthon már készül a hamis kapébogyom a bingóiból. Sajnos útszére nem lehet gyűjteni, de tömegesen van. És tehát a májra virágok is nagyon ehetők. Arra kell vigyázni, hogy az ember ne kapjon benne egy darazsot, vagy egy mélyebb darab felhívom a figyelmet. Ugyan gyertek, nagyon sok helyet ültetik a lyukákat, a pálmai nyomokat, a sásli nyomokat, nagy ilyen rózsaszínes, boldos levelei vannak, hihetetlenül finom a virág, és nagy mennyiségben van. Tehát otthon valaki kertbe ilyet ültet, akkor a virágok ehetők, és ennek a vendégek akkor meg lehet lepni egy jó salátával, és egy disztelt tálal, virágokkal disztelt tálal. Kámos gyökértős, nagyon jó kandírozva, hihetetlen finoman, az mondjuk vadonnálunk egy-két helyen fordul csak elő, gyümölcsökkel és édesökkel, egy páfány, azt meg fogom mutatni, mert csak azt meg is kócsol, általában ugye mindent meg szoktunk kóstolni. Ez pont a liának a keze, az édesökkel egy páfány hámozva. Csemege baragoly, és a csemege baragoly, ez picit hasonlít a foltos bőrre, nekik is foltosak a szálai, de nagyon érdekes, mert mecsebe tömegesen van a csemege baragoly, viszont nincsen a foltos bőrök, és a szálnak az alsó része, alsó olyan 20-30 cm nagyon erősen serpeszőrös, és egy hatalmas növény, és mindössze egy ilyen 4-5 cm kis gumója van, ami nagyon finom és ehető, és hát a növény nevében benne van csemege baragoly, tehát ha valami ilyen nyúl van, akkor azt nyilvánvalóan fogyasztották. Tehát a népi nevek mindig utalhatnak arra, hogy volt-e valamilyen fogyasztás, akart akár nyomozási célra, akár gyógyítási célra, vagy akár étkezési célra. És az, ha az ember bizonytalan, akkor kiássa, akkor a csemege baragolynak nem karlódjuk eleven, mint a foltos bőrnek. Mongyoros lednek, ennek is ehető a gumója. Orvosi kármos nagyon finom. Nagy örömre, én Csepel-szigeten lakom, és nagy örömre fogta magát a kármos, és valamilyen úton mondom, hogy betelepedett a Soroksár-Dunárba. Úgyhogy nagyon örülök neki, sajnos nem minden évben virágzik, ez is egy érdekes dolog. Két éve nem virágzik, viszont gyönyörű állomány, és nagyon finom az íze a kármos gyökérnek. Nagyon jól lehet kandírozni, és nagyon finom íze van. 20. század magában azt, hogy a cukorralat tartósításkor a szállításnak legyen a cukorralat tartósítás, ennek lehet van a botrányos dolog. Én készítek lekvárt, még szalicit se teszek bele, és simán el van egy híg a lekvár. Úgyhogy gyakorlatilag, ha ügyes vagyok, akkor van, hogy egy kis üveg lekvárt, nagyon finom vegyes lekvárt kihozok 300-350 forintból, úgyhogy vásárgyümölcsöm, saját gyümölcsöm van. És legolcsóbban mondjuk olyan 5-600 forintot tudok egy kis üveget venni, amire bevallottan 40-50% cukor van. Tehát, és lekvárt bármikor lehet csinálni. Alma van, sütötök van, aszalci üvegek vannak, tehát bármik az év, bármelyik szakában annyi lekvárt készítek, amennyit akarok, amikor nincs olyan nagy ugye, szezonhoznom, be kell főzni, megint meg egy cseresznyét, meg megint meg egyebek. Tehát lekvárt bármikor lehet csinálni. Ez önellátó, ezt lakótelepen is bárki meg tudja csinálni, kimegy egy piacra, biotermekből megveszik gyümölcsöt, és készít magának egy finom, egészséges lekvárt. Ja, ott volt még valami. Na, akkor nem az volt. Ja, igen, Svédország, igen. 40 eltő van gyümölcsből, csak néhány gyümölcsből. Ez is a hagyományok az elfelejtődése. Finnországban 37-ben 16-ban. Tehát elfelejtjük a vadgyümölcsöket. Most az egyik ilyen tanfolyamon, én eltő vadgyümölcs tanfolyamon mentem haza, és elkezdtem mondani, hogy milyen érdekes, hogy vannak ilyen fesztivák, és csak hirtelen összegyűjtöttem minket, hogy hányféle növényfesztivál van. Ami megint csak a jaj, de rossz az országnak az ellentét, hogy milyen jó ez az ország, hogy ilyen dolgok vannak, hogy fesztiválok vannak. És egy egész közösség, mely kultúra, termesztéstől kezdve felhasználási, tartósítás, savanyúítás, népművészet és minden egyet. Ugye? Tehát közösségteremtő, embereket összehozó dolgok, egészséges táplálkozás és egyebekre. Ugye? És én biztos, hogy nem teljes a lista, mert biztos, hogy fog még jó néhányan találkozni, csak hirtelen összegyűjt ennyi fesztivál.
Eltűnőnyek, takarmánygyűnőnyek, komoly munkahétekezetek vannak és konferenciák vannak. Új kulináris lehetőség, élmények keresése, kávékótszerek, medvehagyma készítmények. Ugye bingó levéltől legvárt is készítem például medvehagymából. Tehát ugye ezek a csapniféle ételek, ezek ennyi. Hát ilyen tizenvalahány évvel ezelőtt találkoztam egy holland fiúval, Orfin, aki szakácsnak dolgozott kompajóban, és őtől vettem először csapnit, tehát ilyen csípős paprikás és gyümölcsös dolgokat, tehát ezeket is az ember ugye tudja készíteni. Úgyhogy így jött a hagymához, a markáns ízeknek már készítettem valamilyen gyümölcsel kombinálják. Borog a gyermeklánc köszönjük Lengyelországon, család, paszta, fekete áfonya Észtországon, török úr, kínai, stb. Bevándorló mindenek. Vadnövények a zöldségpiacokon. De legtöbb helyen vadontermű gyümölcsökre szorítkozik, de vannak ahol már növényeket is árusnak. Itt viszont ez egy komoly probléma, mert azért ez nincs szabályozva. Tehát az, hogy bárki árusítson bármilyen vadon élő növény, az egy nem helyes dolog, mert nagyon könnyen lehet valamilyen összetévesztés belőle. Ugyanis nagyon sok olyan növény van, aminek a tőleveleit fogyasszuk, és azért hát ember legyen a talpán, aki biztonsággal meg tudja a erdősi rázlatról, a fészekli rázlatról a leveleit nagy biztonsággal elkönyítve. Tehát ott nagyon könnyen, így csak gondoljunk arra, hogy volt egy halálos összetévesztés a medvehagyma és a gyöngyvirág miatt. Vagy mondok egy másik példát, az mondjuk egy gyógynövény vonalon volt, hogy egy tárolóhelyen összetévesztették a gyakras vízszivirág levelét a kesnyelevű útifűvel, és kimentek bioboltokba is egyebek, és hát ha valaki egy gyakras vízszivirágból készített egy gyermeket szirupot, ott abból kokos volt a vége. Úgyhogy azért ezekre oda kéne figyelni, és azért ez nem mind szabályozva. Na most agraturizmus, szakácsművészet, agrokonyhai művészet. Van egy étterem Kopenhágában, ahol egy dél-svédországi kisvállalkozás szállítja a vadon élő növényeket, és több mint 50-féle vadnövényt szállít. Tehát ebben gyümölcső levelek és egyebek virágok tartoznak. Tehát ezeknek a nagy része gyakorlatilag, ezt hirtelen ránézve, egyetlen olyan növény nincs ezek között, ami Magyarországon ne lenne. És a növények jelentős része tömegesen fordul belőle. Mondjuk kakukktormát azt nem, kakukktormát azt kiveszem. De hagymaszagú kányazsonyoktól kezdve az összes növény már tömegesen fordul elő. Itt van hagymaszagú kányazsonyból, levelei rendkívül, ez is meg egy poratavaszi növény. Virágosan, kellemes, csípős, aromás ízűek, tehát a hagymára emlékeztet, de érdekes, mert az angol neve az meg a mustár az angol neve az a mustár helyettesítésére utal. Azt hiszem az a neve, hogy garlic smelled mustard plant. Jó borbál, a közönséges borbál, ez is egy gyakori növény, jelentetesek a levelei. Olaszországban megnézik a 10 legjobb séfnek a konyháját, hogy abban hányféle virágot használnak. És ott van úgy, begonia, szászoszi, borában, semmitekük. Ott van a hibiszkusz, levendula, májvár, tipacs, kampani. Tehát részben díszítésre, részben pedig bele téve az ételbe. Yeah. Jó. Európában legalább 100 millió ember fogyaszt vadételeket, ezek között növények száma 81. Én megnéztem, közel 2000 oldalnyi ilyen különböző cikk van nekem Európából, ami etnobotanikai jellegű és erdő vadnövényekkel foglalkozik, és ebből 592 erdő vadnövény fajban. Jó, és ebből 81 fajt 4 országban fogyasztanak. Tehát ez az egyik ilyen mérő egység, hogy egy növény használta vagy nem, tehát a több országban évszázad óta használják, akkor az nyilván biztonságosan használható. Jó, leggyakrabban ütött hazánkos honos fajok, medvehagyma, mezei aszak, ez nagyon érdekes, mert a mezei aszak az egy szúros növény, de nagyon finom. Tehát a kinegyűlt bimbói nagyon finomak, azok is értők, és az ember a hajtásairól lefejt ezt a tüskés bőrszövetet, akkor finom értő a belső része. Húsosom, szamolca, komló, gumos lehetett, már a szedett vagyok, stb.
Jó? Hát egy különböző tanulmány, még 90-ben azon a konferencián, amin kint voltam, akkor írtam először egy ilyen tanulmányt a lehető növényekről, illetve a gyógynövényekről, egy nagy összefogó, és ebben a közel 500 népiroslásban használt növényekről 130 táplálék növény volt, amit vagy állattakarmányozásra, vagy táplálékként fogyasztottunk rendszeresen, inségeredelként, vagy időszakos növényként. Énes Andrának itt van ez a kis füzet, amit említettem. Akkor egy tanulmány Dubrovnik környékén 23 vagy 40 beszélgető társadó 95 növényt vagy gyűjtöttek, Bosznia-Hercegovinából több éves adatot, és több mint 250 beszélgető társ 380 faj. Tehát ugye lehet látni, hogy különböző országban ilyen nagy számban használnak ma is ehető növényeket. Igen. Hoppá, ez túlságosan. Jó, így van. Olaszok nagyon benne vannak témában, meg spanyolok is. Nagyon jó, anyag működhető. Na itt van, meg is kóstoltunk. Ma itt voltunk, itt az őszi érfű, lábvétéken van. Nagyon finom kió íze van a levélnek. Fűszeres fajak készítése csodálatosan alkalmas. Fajakat uróba összevágja az ember és vetteti. A csabai levélfű az kisebb termetű, az általában ilyen karzdokó erdőben, szutyás egy oldalakban van. De a csabai levél, vagy az őszi érfű, itt réteken, vizes réteken van, hatalmas növő levelei van, tehát nagy mennyiséget lehet gyűjteni, és túrók, sajtok, vajak ízesítésre kiválóan használhatók. Spanyolosan, ott van hojalós habszertilóról, pirítógyökér. Na ez a pirítógyökér az egyik, tehát a Thamus communis, ami a mecsében egy védett növény, és több hazai forrás is azt mondta, hogy mérgező növény, mérgező növényekkel foglalkozó könyvekben is benne van, és a táborban volt egy hölgy, aki Olaszországban 20 éve, és ő mondják, hogy ott eszik, hát itt van benne. A zsenge levelei azok ehetők is. Ezért, tehát ezeket mind utána kell nézni. Jó, a földtök is itt szerepel. Törökországban, Izmirben helyi piacokon 18 helyi piacok, összesen 46 taxon, tehát ez rendszertani, növényi rendszertani egység. Nem biztos, hogy növényfajról van, szóval lehet, hogy más rendszertani egységről. Tehát elég sok állásban piacokon. Mik a fontosabb felhasználási formák? A gyógytér élvezett fel, tehát mi a táborban, úgy zajlott a tábor, én minden reggel 6 óra fél év felé kimentem a kertbe, és ott a növényekből összegyűjtöttem a vira, legyen benne szép virág, legyen benne levél, termés, egyebben beletettük szépen az üvegkancsóba, a forró vízzel leütöttük, egy 20 percig ott át, ott utána tettük szépen az asztalat. El kell képzelni, milyen gyönyörű az, amiben sásnyilóban benne vörös here, akkor volt benne ökölfarkonnak a virágban, volt benne egy kis kapufő, egy kis citromfő, egy kis szederlevél, tehát mindenféle növény, ami ott volt a visszavadított kertbe, és akkor azt tudtuk rengedére. Szőrtő, borok, pálinkák, kikörők, lekvárok, befőttek, készítése, ételdíszítés, virágokkal, levelekkel, termésekkel, nagyon dekoratív is eleve, hát egy komoly étvágyjavító hatását, ugye elvettük, hogy kitálhatok az ételeket, ami senki nem nyúlt az ételekhez, mert mindenki fény, mint a őrült fényképezett, és hát olyan, az egyik nap megmaradt egy csomó rizs, akkor másnap akkor a rizsből reggel jött egy finom tejben is, amiből volt édeskömény és menta, és szép kertből nagy ebrekkel volt a tetején készítve, és ott állott a külső része, meg borsos menta levelek ott a tetébe. Ugye hát azért nem olyan rossz, hogy reggelire ugye egyéb 6-8-10 féle lekvár, meg csatlit, meg egyedek kiegészítés, meg a pecske sajtok is különféle egyéb termékek. Ezekben sokan olajban való tartós, tehát sok mindent meg lehet virág, mint mondta a százszor szép virágmimóját, a hibiszkusz virágmimóját, a medvágymát, tehát sok mindent lehet így tartós, és akkor ételek mellé ugye csemegetként adhatjuk. Saláták készítése, levesek főzelékek, mártások készítése, tésztás ételek. Tehát például egy csalán tészta, vagy egy fagyló tészta, az ember kinek zsenge csalánt összegyűjti, összevágja, kagylós tésztára ráteszi, kis parmezán sajtot megtolja, és már is nagyon finom étel.
sajtó, túró, pajakészteni, tojásos ételek, ugye, amikor a Judit említette a gyermekláncot, akkor ők volt, milyen jó az, ugye, tojással, főtojásos, saláták mellé, milyen finom dolog. Virágok vandírozás, a pofon egyszer tudok is, tojástehéjébe belemártam, cukor, porcukrot teszek rá, és dísznek is meg minden nagyon jó. Tehát elég sokféle növényt használnak. Hazajutatást még egy pár gondolat. Tehát Pócián kéznek ebből a doktori diszertációt, ugye különböző csoportok, tehát látjuk, hogy többféle célra használunk táplálék növényeket, és ezek között rengeteg az ehető vadnövény. Legalább 130 növény, amit használunk. Például, említettem, ugye említem általában az előadásaimon is, és a nélkülös festményünk, de is van róla szó. A nyírfának a megcsapolása. Van egy orvos házaspár, aki évek, vagy rendszeresen jár most már minden előadáson meg táborunkra, és ők mondták, hogy ők megcsapolták a fát, napi 5 liter nyírfa volt neki, 2-3 héten keresztül. Olyan vastag fát az ember megcsapol, egy olyan 3 centi mélyen, akkor csak arra kell vigyázni, minden, aki tudjon menni a vödörrel és hozni a vizet, és az egész családnak az egy csodálatos ital. Kárpátalján egyébként forgalmazott, nálunk is lehet kapni. Igen, úgyhogy nagyon értékes dolog. Tehát ez, ha az ember ugye szőlőt későn megszűnök, az is csöpög, azt is annak, hogy én mindig megittam. Talán tettem egy edét, és ugye megittam, nagyon fő. Arcápolás meg egyéb célokra is használható. Ugye a gyümölcsök között is rengeteg olyan van, ami vagy gyümölcs. Hát a vadcsere, ez csodálatosan finom dolog. Hozzák, hogy meg érdekről nem is beszélve. Jó, én azt mondom, hogy ennyi, mert így akkor túlságosan hosszú lenne. A lényeg még az itt egy pár dolgot, hogy ugye nagyon sok ehető vadnövény van, aminek kifejezett terápiás hatásai van. Na, ráadásul olyan terápiás hatásai, amik gyógynövény értékelő monográfiák is kiemelnek, és standardizált gyári készítmények vannak, növénygyógyszertők is. Tehát nagyon fontosak. Tehát minden betegségnél vannak olyan növények, amelyek táplálékként is nagyon értékesek, és gyógynövényként is nagyon értékesek. Jó, és köszönöm szépen a figyelmüket. Tessék? Nem voltok. Ja, az rendben van. Igen, csak az táplálékként nem fogyasztott. Jó, köszönöm.